A Nyíregyházi Egyetem rektora köszöntötte csütörtök délelőtt az NVSC Big Boxing versenyzőjét. Kovács Rihárd a hétvégén rangos megmérettetésen vett részt Budapesten. Október 14-én és 15-én a Halassi Olivier sportcsarnok adott otthont a Széchenyi István 4 nemzettornának, amelyen a nyíregyházi ökölvívó a 64 kg-os súlycsoportban lépett szorítóba. Kovács Rihárd az első körben a román Alexandru Popescu ellen győzött egy hangú pontozással, a vasárnapi döntőben pedig honfitársát, Serban Henriket is sziporkázó bunyóval egy hangú pontozással múlta felül. Megmondom őszintén, hogy ezt a román srácot nem nagyon ismertem, mert ha jól tudom, egy éve fiatalabb volt nálam, de igen, jó mozgású gyerek volt, és jó meccs volt, de úgy éreztem, hogy ez úgymond vasima győzelem volt. A sikeres szereplés azért is fontos Kovács Rihárd életében, mert egy igen nagy megmérettetés szerepel céljai között. A 20-as olimpia a célom, és ott szeretnék részt venni. Ugye 19-ben lesznek majd a nagyobb nemzetközi versenyek, az Európa-bajnokság, világbajnokság, európai játékok, de lesz majd jövőre is még egy 22-es Európa-bajnokság, ahol már bízom benne, hogy jó eredményeim lesznek. A nagy versenyek előtt elsőnek most november 3-án kell bizonyítani a nyíregyházi ökölvívónak, hiszen a magyar-bosnyák csapat találkozón lép szorítóba.